A Tisza-tó valójában egy mesterséges víziparadicsom, amelyet 1973-ban a Tisza felduzzasztásával hoztak létre. Akkor a 127 négyzetkilométeres vízfelület neve még kiskörei víztározó volt, amely öntözési, árvízvédelmi és áramtermelési célokat szolgált. Az elmúlt 50 évben a Tisza-tó vadregényes élőhelyén nőtte ki magát, amelynek árteres területe, nádasai, milliónyi madár lakhelyül szolgálnak. A Tisza-tó négy nagyobb medencére osztható: a Bátszalóki, Sarudi, Poroszlói, Tisza-Valki, amelyek között a szűke folyó, a Tisza kanyarog. Tavaly is ilyen tájt voltunk, április elején, ugye? Április elején voltunk. Akkor még egy kis hóesés is elkapott minket, aztán kénytelenek voltunk hazamenni. Most visszajöttünk megint. Most egy kicsit jobban szétnézünk itt a környéken. Akármerre is vesszük a Tisza-tó partján az irányt, azt tartsuk szem előtt, hogy egy védett természeti helyről beszélünk. A Tisza-tó szíve és egyben az ország legnagyobb vízlépcsője Kiskörén található. A duzzasztógát és zsilip nem csak áramot termel, hanem a tó vízszintjét is szabályozza és biztosítja, hogy az hajózható legyen. A kerékpárút közvetlenül a vízlépcsőn halad át, amelyet követően feltétlenül álljunk meg a hallépcsőnél is. Kisköre ad otthont ugyanis Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosójának, ami az édesvízi halak természetes vonulását hivatott segíteni. A Püspökloránból érkeztünk, kérem szépen, a baráti társaságunkhoz, és most széjjel nézünk itt a nagyvilágba, hogy hát mégis mik vannak. Nem jártunk még, kérem szépen, nem. Úgyhogy ez az első kis sétánk itt, hát nagyon szép minden, úgyhogy tetszik nekünk ez a táj, ez a vízesések itt, ezek nagyon szép tájak, úgyhogy. Aki az aktív kikapcsolódást szereti, legyen szó bringázásról, kenuzásról vagy vízisportokról, az itt jó helyen jár, de aki csak feltöltődésre, strandolásra vagy a természet csodáiban való elmélyülésre vágyik, az is megtalálja számítását.